Önök a heti szakaszt Gajer Péter műsorát látják. Miniszterelnök úr, miniszter úr, elnök urak, kedves vendégeink, kedves Lára asszony. Szeretettel köszöntöm Önöket itt, Magyarország egyik legfontosabb temetőjében, a Fiumei úti sírkertben. Magyarországon 14 nemzeti emlékhely van, és ez az egyetlen temető, ami teljes egészében nemzeti emlékhely. Amikor majd elmennek a temetőbe, érdemes megnézni a főbejárat a Sréjel szembe, Zsigmond Attila által tervezett stélét, ami mutatja a nemzeti emlékhelyet és a legfontosabb információkat is tartalmazza. Ez a temető azért is nagyon fontos, hiszen a virtuális nemzeti sírkertbe, amiben kb. 6000 védett síremlék tartozik, abból mintegy 1600 itt, ebben a temetőben található. Ez a temető teljes egészében műemléki védettséget is élvez. A Nemzeti Örökség Intézetének kiemelt feladatai közé tartozik a nemzeti sírkertbe tartozó síremlékeknek a gondozása, megújítása, felújítása, megőrzése az utókor számára, és nem különben nagyon fontos a nemzeti emlékhelyekkel, történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok elvégzése is. Nagy örömömre szolgál, hogy Magyarország kormánya évről évre egyre jelentősebb összegeket szánt megújítani a nemzeti sírkertbe tartozó síremlékeket. Ennek egyik állomása a mai nap, amikor átadásra kerülhet ez a gyönyörűen csodálatosan megújított mauzolom. Ez a mauzolom Kossuth Lajos és családjának a temetési helye. A Nemzeti Örökség Intézete 2014 nyarán kénytelen volt a rendelkezési joga alapján bezáratni ezt a mauzolomot, mert olyan balesetveszélyes állapotban volt. Azonban ez egyben egy felhívás is volt arra, hogy ezt a mauzolomot meg kell őrizni és meg kell menteni. 2014. decemberében nyilvános közbeszerzési eljárást indítottunk el, aminek eredményeképpen idén áprilisban nyertest tudtunk hirdetni. A nyertes a Belvárosi Építőipari Kft. És a Rekokonzó Kft. A feladat nagyon összetett volt, nagyon sokrétű volt, kezdve a falak vizesedésének a megoldása, a kiszárítása. Egyáltalán a vizesedésre általánosságban is elmondható, hogy szinte minden mauzolomnak a velejárója komoly problémát okoz. Ilyen vizesedési probléma volt az idén szintén átadásra került nagyszentgyi Széchenyi mauzolomban is például. Díszkivilágítást kapott a mauzolom, a falak rendbe lettek hozva, az üvegmozaikok és az egész környezet is. De mindezt önök fogják látni, amikor átadásra kerül és belépnek ebbe a csodálatos műemléki védettségű mauzolomba. A szerződésben vállalt határidőt betartották a nyertesek, és alig több mint fél év alatt készült el ez a teljes rekonstrukció. Az előirányzott pénzösszeg sem került teljes egészében felhasználásra, a megmaradó pénzügyi forrás további védett síremlékek rekonstrukciójára fog fordítani. Így például csak hogy néhányat említsek, a Bartók síremlék új automata öltözőrendszerrel lesz ellátva, vagy hogy a zsidó temetőt is említsek, a Kozolci zsidó temetőben a bűnkripta kerül felújításra. Végezetül az én tisztem a köszönet. Köszönetet mondok a miniszterelnökségnek, köszönetet mondok azért a bizalomért, hogy megbíztak minket ezzel a feladattal, nagyon megtisztelő volt ebben a feladatban részt venni. Köszönöm a szakembereknek a részvételét, név szerint is néhányukat említék meg, hogy megemlítsem, dr. Mezős Tamás vezetőtervező, Pál János András projektvezető, Ruzsis László ügyvezető, Révai Szabó Zsófia vezetőrestaurátor, Kis István műszaki vezető, és a Nőri munkatársai közül is engedjék meg, hogy két munkatársamat név szerint is kiemeljem, az egyik dr. Kárpáti Katalin jogi főosztályvezető, és a másik pedig Somogyi Tibor. Az ő napi vigyázó szemük volt az én szemem, aminek az eredménye ez a mai nap. Arcpoétikánk, mottónk Széchenyi szavaival, ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg múltját, nézd meg a temetőjét. Azt gondolom, kedves miniszter úr, hogy a mai nappal közelebb léptünk egy lépéssel megint, hogy megvalósítsuk Széchenyi álmát. Egy mauzolom nagyon szépen megújult, és kívánom mindannyiunknak, hogy minél több kövessek. Köszönöm szépen!